A szomszéd település nagyszabású, egésznapos programjára kaptunk meghívást április végén. Alsó-Némedin, az Öregtónál, magával ragadó természeti környezetben, víz közelben, árnyas fák alatt tartották a rendezvényt, amelyen kicsik és nagyok egyaránt megtalálták az érdeklődésüknek megfelelő kikapcsolódási, feltöltődési programot. Az esemény a Némedi csillagok gondolatával indult, ennek céljáról egy intenzív Mamin Baba bemutató után Csordás Enikő, a szervező Némedi Csillagok Civil Egyesület képviselője számolt be, ahogyan részletezte a változatos programot is. Az a cél, hogy a némedi tehetségeket és hírességeket megmutassuk, ugyanis három híres zenész él a településen, Csillag Endre, Temesi Berc és Krisztóf Csaba. Az ő első közös fellépésük lesz ma este itt az Öregtón, Alsó-Némediben, és ennek a kísérő rendezvényei kapcsán szerveződött ez teljesen reggeltől főzéssel együtt tartó családi fesztivállá, ugyanis mindenkinek volt valami új ötlete, és ezekből az új ötletekből és új segítőkezekből kerekedett ki ez a mai nap. Milyen támogatás és összefogás mentén valósul meg a program? Hálásan köszönjük a segítséget az Alsó-Némedi önkormányzatnak, hiszen az esti zenekarokat, a színpadot, a fénytechnikát, ami a legnagyobb költségvetést igényli a fesztiválban, finanszírozza. Cserében egy kérése volt, hogy ingyenes legyen a fesztivál. A többi részét pedig Alsó-Némedi vállalkozók és önkéntesek összefogásával valósítottuk meg. 14:30-ig gyermekprogramokkal készültünk. Légvár az egész nap itt lesz a rendezvény helyszínén. Anyák napi kézműves foglalkozás az édesanyáknak készítenek a gyerekek, mézes kalácsot díszítenek. Aztán anyák napjára van még ilyen, amit most készítenek. Aztán szintén anyák napi, amit ki lehet színezni. Nagyon ügyesek. Kicsi mini május fákat is készítenek, hiszen május éjszakája lesz a mai napon. Holnap május 1-jének alkalmából 4 órakor május fát is állítunk, és a május fát közösen díszítjük fel. Azt kérjük mindenkitől, hogy amikor köt egy szalagot, akkor egy kívánságát tegye bele ebbe a szalagba. A kézműves vásárban az Alsó-Némedi kézművesek találhatóak, akik nagyon-nagyon tehetségesek, sokszínűek, ékszerkészítők, kosárfonó, keramikus található közöttük. Lelket és szemet gyönyörködtető alkotásaikkal vonultak ki. Különlegessége a rendezvénynek, hogy nem csak felnőttek előadók, hanem gyermekek is, így a kézművesek között is található egy 12 éves kislány, illetve majd a színpadon a zenei műsorban is, ott is hárfázni fog egy gyermek, és hostessként is segítenek nekünk gyermekek. Nagyon-nagyon örültünk, amikor 4 héttel ezelőtt megszületett a kis csacsi, mert nagyon izgultunk, hogy rendben legyen a születése körül minden, hiszen még az anyukája pocakjában volt, amikor már terveztük, hogy ő kikerüljön a Némedi Csillagok Fesztiválra, és itt is van, és meg lehet őt tekinteni, tehát a kis csacsi az anyukájával simogatható és megtekinthető a fesztiválon, szintén Alsó-Némedi állattenyésztőtől. Kisbabáknak tartottunk Mamin Baba anyák napi táncot, ahol latin mozgásra hordozóba kötve az anyukák ringatják a babáikat, közben pedig ők jól érzik magunkat, kikapcsolódnak, táncolnak egyet. Ebbe a programban nem csak a babás anyukákat, hanem minden anyukát, sőt a mamákat is meghívtuk, hiszen ezzel köszöntöttük a mai napon az édesanyákat. Több meglepetés vendégünk van, közöttünk van Böde Péter vándormeseíró, a Mamin Baba anyukája Molnár Enikő is, és a háttérben már halljuk a dobnak a próbáját, ugyanis nem sokára hangutazás kezd. Hangfürdő. Ez egy relaxációs levezető. Le kell tenni a pokrócokat a fűbe, nézni a kékeget és hallgatni a hangfürdőt. Alsó-Némedinek IASZ csapata is van, Nyivig IASZ Egyesület. Ők is megtiszteltek a jelenlétükkel. Ki lehet próbálni az íjakat, célba lehet lőni.
4 órakor a májusfa állítás után következik a zenei műsorunk, ugyanis Alsó-Némedinek opera énekesei is van, aki a Magyar Állami Operaház tenoristája megtisztel bennünket a jelenlétével. Ezt követően a polgármester köszönti és megnyitja a zenei szakaszát a rendezvénynek. Hárfán fogunk játszani egy kislányt, majd Pánsíp művészünk következik, és ezt követően hallhatjuk a 3 koncertet. Temesi Berci kezd barátaival, jazzes, poposabb stílust játszanak, utána napközben több tombola sorsolás van, ezzel lepjük meg a vendégeinket, illetve Lugosi László is itt élt Alsó-Némediben, a Beatrice gitárosa, aki sajnos már nincs közöttünk. Róla tartunk majd egy megemlékezést, a gyermekei jelen lesznek a fesztiválon, és ezt követően kezdődik Csillag Endre koncertje. A zárt osztály, akik a 85-86-87-es Edda felállás eredeti tagjai közül 3 lesznek itt, és ők társszerzői vagy szerzői voltak ezeknek a daloknak, mint a Gyere őrült. Ezt követően pedig egy újabb műfaj következik, szintén Alsó-Némediből származó zenekar, Krisztóf Csaba frontemberrel, Komár László emlékzenekar, tehát az este végére körülbelül 10:30-kor fejezzük be a programot, rock and roll-lal és romantikus, táncos dallamokkal zárjuk a fesztivált. Ez az első alkalom, hogy megtartják ezt a rendezvényt, milyen érdeklődés kíséri, milyen hangulatban telik? Nem tudtuk megtippelni, hogy hány ember lesz, hiszen első rendezvényünk, sokat morfondíroztunk, hogy ételben mivel készüljünk, hiszen délben főzés is történik, hány főre számoljunk, de úgy látom, hogy mindenkihez eljutott az információ, és ennek a nagyszerű helyszínnek a híre, hiszen az öreg tó tele van természeti szépségekkel, a víztükörnek a szépsége, az élővilágának a szépsége, már önmagában is magával ragadó, pláne ha ilyen változatos és sokszínű programok kísérik. Én úgy látom, hogy nagyon-nagyon sokan kilátogattak a fesztiválra. Magazin műsorunkban részesei lehetnek a Némedi Csillagok Fesztivál színpadi fellépőinek, hiszen az esti koncerteket az ismert zenekarokkal a következő hetekben műsorra tűzzük.